Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT 1995 óta működteti tájékoztató és látogatóközpontját, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően népszerű és látványos bemutató helyé vált a nukleáris energiatermelés iránt érdeklődő hazai és külföldi vendégek számára. Az atomerőmű közvetlen szomszédságában elhelyezkedő központ hétfőn fogadta 500 ezredik látogatóját. Az volt a szándék, hogy eszközökön keresztül is próbáljuk érzékeltetni azokat, amikről beszélünk, többek közt a sugárzást magát, hogy az hogy néz ki, hogy mérhető. Másrészt mutatni azt is, hogy a természetben hogy fordulnak ezek elő, konkrét éppen uránérc bemutatásába, de akár polónium tartalmú, mindennapos, nem mindennapos, de általában optikában használatos eszközöket mutatunk be, meg azt a folyamatot, ami az atomerőmben lejátszódik. Tehát ahogy a villamosenergia termelés itt történik, ennek a bemutatása. Amit mi igyekszünk hozzátenni, azért, hogy valamennyire homogénebb legyen a látogatók köre, igyekszünk az ország minden részéből civil szervezeteket megkeresni, megkérni, és lehetőséget biztosítani arra, hogy eljöjjenek. Itt voltak a nagycsaládosok, van nyugdíjasok szövetsége, de az a lényeg, hogy igyekszünk nagyjából az egész országot lefedni, sőt, az elmúlt években kezdett kialakulni egy határon túli kapcsolat is, úgyhogy most elég jelentős létszámban határon túliak is eljönnek és meglátogatják az atomerőművet. A budapesti Veselényi Miklós műszaki szakközép és szakiskola diákját, Beck Ádámot ért a megtiszteltetés, hogy félmilliómodik látogatóként léphetett be a létesítmény látogatóközpontjába. A tanulót Hanvas István, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója és dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató köszöntötte. Ebben van villamosenergiánk egyértelműen, és nagyon-nagyon sok energiát ebből nyerünk el, és támogatom persze, a bővítését is támogatom. A látogatóközpont mellett maga az atomerőmű is megtekinthető és speciálisan erre a célra kialakított látogatófolyoson, amely Európában is ritkaság számba megy. Ezen túlmenően szintén nagy népszerűségnek örvend az Atomenergetikai Múzeum is, amelyet 2 évvel a megnyitása után már több mint 35 ezeren látogattak meg, és a hazai érdeklődők mellett szintén rendszeresen fogad külföldi csoportokat. A Paksi atomerőművel és általánosságban az atomenergiával azok is megismerkedhettek az elmúlt években, akiknek eddig nem volt lehetőségük Paksra utazni, ugyanis a Jövőnk Energiája interaktív kamion mozgótállata rendszeresen látogatja az ország településeit és a nagyobb kulturális rendezvényeket. Ennek köszönhetően már közel 200 000 emberhez jutott el az interaktív mobil kiállítás.